Szeretettel köszöntöm a résztvevőket, és hát ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy középkorászként is egy ilyen szép rendezvényen, és hát a Hunyadiakhoz kapcsolódó konferencián előadhatok, úgyhogy külön köszönet a szervezőknek, főigazgató helyettes úrnak is, hogy ezt a meglehetősen kényes kérdést tulajdonképpen újra felteszem, hogy itt vannak a kivetítőn a főszereplők, és valójában ma sem teljesen bizonyos az, amit mindenki az iskolában és az egyetemi tanulmányai során hallott, hogy mikor is született Hunyadi Mátyás. Ez nem kizárólag őrá vonatkozik, a középkori ember életszemlélete is benne van, hogy nem minden esetben volt az annyira fontos, mint a mai adminisztratív világunkban, hogy datáljuk magunkat, rögzítsük napra, évre, sőt ma már ugye az óra percre is ugye külön iparág alakult, nem mellesleg középkori eredettel ugye a horoszkópokra, ha gondolunk. Tehát én az előadásomat egy olyan gondolatébresztő kérdéssel kezdeném, hogy ugye Mátyás kapcsán jelentős emlékévek történtek, vagy rendeztek már meg Magyarországon, és a két világháború között volt egy kimagasló ünnep, év, amelynek során megjelent egy kétkötetes emlékkönyv, és az első diámon látható is, mint Mátyás emlékév, ott a harmadikra legyenek szívesek gondolni, hogy vajon mikor adták ki. 1943-ban? 1940-ben. Az akkori történetírás színe java részt vett ebben a monumentális munkában, és ez számomra egy gondolatébresztő kutatást, vagy egy újabb kérdést, felvetést indított el a születési időpontnak a meghatározásában. Látható, hogy az 1940-es emlékkönyvet követően két fontos kiadványt helyeztem el a dián. A következő ugye a 2018-as Mátyás emlékévhez kötődő projekt volt, és hát ez 2020-ban, tehát nagyon friss időpontban jelent meg, ha jól tudom, novemberben. Ott az alcímben szerepel, hogy Mátyás király születésének 575. évfordulója kapcsán állították össze ezt a kötetet. Tehát látható, hogy két olyan dátum van, egy ilyen marginális, vagy ilyen kevésbé elhanyagolható, vagy kardinális kérdésben, a születési dátumot, az évet illetően. A halál az sokkal egyszerűbb, ugye oda raktam a diának az alsó részére az 500 éves halál évfordulót, ugye egy nagyon szép emlékkönyv őrzi ma is, ugye nagy történész generációnak a közös munkája, az 1990-es kötetet. Tulajdonképpen a kutatásnak a kiinduló pontja számomra is az volt, hogy azok a mondatok, azok a tiszteletkörök, amelyeket Mátyás király trónra kerülése során megfogalmaztak. Ugye látható, hogy a klasszikusan elfogadott 1443-as évhez viszonyított minden szerző, nagy nevekről van szó természetesen, ugye idézetben el is helyeztem, akár gondoljunk Szakály Ferencre, hogy kiemeli mindegyik történész vélemény azt is, amit talán tegnap a Kiara előadásában is, az egyik forrásában kiemelt, hogy ez az uralkodó meglehetősen fiatal életkorú volt, és a fiatal életkorát nem pontosítva meglepő eréllyel és meglepő tehetséggel látott hozzá a kormányzásának a megkezdéséhez. Ugye Teke Zsuzsa történész is ugye kiemeli, hogy zsenge kora ellenére már olyan tulajdonságokkal rendelkezett, amelyek könnyebbé tették számára az uralkodást. Kubinyi professzorról szintén megemlékeztünk tegnapi nap folyamán tanítványa révén, ő is úgy írja, hogy a gyermekkirály. A gyermekkirály, aki 15 évesen törvényes korba lépve, idézem, kezdte meg az uralkodását. Igazából a kiinduló pontom az nem ez volt. Nem ez volt. Fraknói Vilmost is említettük az előző nap,
Az én nagy Mátyás monográfiájában egy nagyon érdekes és adatokkal alátámasztott véleményt olvashatunk. Idézem, hogy Mátyás születésének esztendejét és napját teljes biztonsággal nem tudjuk meghatározni. És most a saját személyes motiváció, hogy hogy jutottam én ehhez a témához. Ugye jó magam a történész és jogász is vagyok, de azon belül középkorászként bizantinológiával foglalkozom, tehát a másik területem az igazából a bizánci birodalom késő korának a története, Magyarországgal való kapcsolata, meglehetősen elhanyagolt terület. Ugye ha arra gondolnak, hogy Morassik Gyula professzor ugye az Árpád korig vezette vissza ezeknek a bizánci magyar kapcsolatoknak a történetét, és hát volt olyan szerencsém, hogy Szegeden egy OTKA pályázatban a Vegyesházi Királyok forrás kiadásában személyesen is részt vettem, ez meg is jelent ez a Vaskos Morassik kötet folytatása, és hát ott versek és mindenféle görög nyelvű értékes forrásokat készítettem. Ennek kapcsán az egyháztörténetben volt egy fontos dokumentum számomra, a Firenzei Ferrarai Egyetemes Zsinat 1439-ben létrejött, és ebben a katolikus és az ortodox egyház közötti uniónak a létrejöttének fontos dokumentuma van, és ennek során, ahogy gyűjtöttem ennek a hazai magyarországi lehetséges vonatkozásait, jutottam, vagy találtam egy addig nem kellően értékelt hazai forrásra. A Dián megjelent tanulmányokban ezt részletesen tárgyalom, tehát volt egy bécsi jogtörténeti konferencia, maga a kiindulópont, illetve a Firenzei Zsinat dokumentumának a magyar fordítása, az pedig a Belvederben jelentettem meg. És hát ugye lépjünk tovább. Fraknóiról beszéltem. Antonio Bonfinivel kezdeném a sort. Ugye látszólag egyszerűnek történik, vagy tűnik az életkori kérdés, gondolnánk. Igen, de a kutatás Antonio Bonfini számos életkorra való utalása közül csak egyet választott ki, egy adatot használ, és az került jobban a köztudatba. Ha végig megvizsgáljuk Antonio Bonfini Mátyás életkorára vonatkozó megjegyzéseit, érdekes eredményre jutunk, és nem az 1443-as dátumot kapjuk egyszerű matematikával. Ugye a 1458-as évnél írja, hogy Mátyás mellé, aki 17 esztendős volt, állítanak kormányzót. Ugye ezt az adatot, ha kiszámoljuk, 1441-et kapunk, nem a 43-at. Következő adatra találtam a cseh kérdés kapcsán. 1468-ban Bonfini azt írja, hogy a vezérekben is, tehát ebben az évben ugye a virtus és az ész milyen jelentős szerepe volt, hiszen Mátyás alig töltötte be a 27. esztendejét. Itt nagyon örömmel olvastam, hogy itt megint egy másik adat van, de ez 1441, tehát viszonylag van két forrás adatom, ami mást fog mutatni. Szintén a cseh kérdéssel kapcsolatban viszont csalódottam. Pogyebráddal kapcsolatos adat kapcsán írja Bonfini, hogy László királlyal egykorú Mátyás. Hát ugye Lászlóról nagyon pontosan tudjuk a születési dátumot, akkor az 1440-es évet fog adni számunkra. És most jön az az adat, amit mindenki ismer. Életének 47. évében meghal Bonfini írja, és 1443 adat itt van. Tehát érdekes volt számomra, hogy Bonfini ilyen szórt információi alapján miért ezt az egy dátumot választotta ki a hagyomány, és tulajdonképpen választ is kaptam rá, hogy miért. Ugye Bonfini munkája latinul van. Nagyon magas szintű humanista latin nyelv, tehát ez nem túróci és nem a középkori geszta meg anonimusnak a latinsága. Nem olvasták annyira, csak a művelt másolók. Viszont Heltai Gáspár krónikája, mint annyi más forrás áthagyományozódásban nagyon fontos szerepet játszott, és nagyon jól tudjuk, hogy Heltai krónikájának a fő forrása tulajdonképpen az Bonfini hatalmas munkája. Meg is találjuk Heltai Gáspár krónikájában a pontos
így a halálhoz viszonyított életkorba való számítását, tehát Heltai kiszámolta Bonfini halálra vonatkozó adata alapján a születési dátumot, hogy Krisztus Urunknak születése után 1443, Böjtmás havának 27. napján. Hát ez egy megint érdekes, a továbbiakban nem fogok belemenni, talán ha majd folytatni fogom, akkor igen. 1443, Böjtmás hava az március, tulajdonképpen február. Tegnap szó esett Pomozi professzor révén Galotto Marciónak a tréfás mondások és gyűjteményes könyveknek a fontossága. Bizony, ezt is megnéztem, nagyon tanulságos volt, eltérő dátumot találunk, csak 14 éves volt a harmadik fejezetben, idézem, amikor királlyá választották, 1444-et kapunk. Hát megint szóródik a dátum. Galotto Marció az hű önmagához, tehát más 11. fejezetben lévő forrás helyén is azt írja, hogy 14 éves korában választották királlyá. Ezt is kiszámolva 1444-et kapunk, tehát ő ellentmondásba nem keveredett saját magával, csak egy megint másik dátumot olvasunk. Nagyon számomra kedves forrás a késő magyar középkor kutatásakor Lodovikos Tuberónak a nagy munkája, azért is talán, mert ennek a szegedi középkorász műhelyben született meg a fordítása Magyarországon, és ugye olvasható teljes magyar fordításban. Egyetlen egy apró idézet fontos itt számomra, ugye a halála kapcsán írja Tuberó, Mátyás királynak a tervezett síremléke vagy emlékműve kapcsán, hogy hát ugyan a haláltól még akkor nem kellett volna félnie, hiszen alig érte el az 50. életévét. Nem ad pontos dátumot Tuberó, hanem alig 50. Hogy ez most 49 vagy 50, hát az alapján kapjuk a 1440-et vagy 41. dátumot. Ezt azért is mondtam, hogy ilyen szóródás van egy látszólag közismert adattal kapcsolatban a kortárs forrásokban. Másik kérdés, hát vajon a Galotto Marció, a Bonfini, aki együtt létezett, evett, ivott Mátyással, hogy valahogy nem kerülhettek olyan beszélgetésbe, hogy úgy az a korára vonatkozóan hát valami többet megtudtak volna, hanem hivatalos munkákba így szórtak az adatokba. Hát a későbbiekben meg érdekes, hogy maga Jagelló László se olvasta az egész munkát nyilván alapul, ezt a hatalmas munkát, hogy észrevette volna, hogy hát dolgozzát, kedves Bonfini, hát hibák vannak a dátumokban, hát pláne a Hunyadi Mátyást ezért illő pontosabban meghatározni. Tehát milyen mai gesztus ez tulajdonképpen, hogy a következetlenséget tetten érjük a forrás értelmezés és olvasás során. Na most a középkorban, mint mondtam, itt jön segítségül a történettudomány mellett a jogtörténet. A kor megállapítás, nem kívánok ebbe belemenni, mert az időm nyilván elfogy, de a lényeg az, hogy a középkori és Mátyás szempontjából is fontos életkor, a nagykorúság a középkorban két fázisú volt. Először mind a két nembeli gyermekek elérték az úgynevezett törvényes életkort, az úgynevezett legitima étaszt. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy bizonyos perbeli cselekményekben részt vehettek, felléphettek, ügyvédet fogadhattak, és a mi szempontunkból fontos ez a törvényes életkori határ, jogi szempontból, hogy a házasságot megköthették. Ez a magyar szokásjog alapján, ez a törvényes életkornak a kezdete, az 12 évet jelentett. A másik jelentős rész ennek a törvényes kornak tulajdonképpen a perelhetőségben volt, erre nem térek ki, hogy aki nem érte el ezt a törvényes életkort és birtokvita kapcsán mondjuk bíróságra volt kénytelen menni, akkor őt nem lehetett perelni korhiány miatt, tehát ezt elfogadta a középkori szokásjogi gyakorlat. A második foka a nagykorúság teljessé válásának a középkorban az úgynevezett teljes kor vagy perfecta étasznak az elérése. Ez jelentette tulajdonképpen a teljes jogi cselekvő képességet a mai értelemben véve. Ennek az időkori határa a vizsgált korszakunkban az elég magas, 24. életév. Tehát ez a maitól azért a 18 évtől eltér. Hát van-e olyan szerencsés helyzetünk, hogy maga Mátyás királyunk nyilatkozott-e valamilyen formában a saját életkoráról? Hát mondjuk nem egy egyszerű dolog ezt is megvizsgálni, de tudok mutatni egy olyan levelet, amit a nagyon szövevényes pápai diplomáciában
Mátyás 4. Sixtus pápához írott levelében említ egy dátumot. Hát úgy gondolnánk, hogy a király csak tudja saját életkorát megbecsülni. Azt mondja, hogy fordításomba idéz, vagy az ifjú kortól kezdve, azaz a 18. életévtől ennek a királyságnak a kormányzásához hozzájutottam. Hoppá! Tehát ő magát 1458. januárjában 18 évesnek tudja, vagy írja ebben a levélben. Hát azt is ugye, hogyha kiszámoljuk, akkor érdekes módon nem az 1443. évet kapjuk, hanem 1440-et. De nagyon fontos számunkra, és későbbiekben számomra is ez az adat, ez egyfajta alsó becslési határ is volt, behatárolás, hogy ugye ez januári levél, és ugye hát ha most én nem piszkálom, hanem maradunk a februári születési dátumánál, tehát a hónap és napnál, akkor tulajdonképpen azt jelentette, hogy a 18. életévét már betöltötte, de még a 19-ben van, azt nem fejezte be. Ez később fontos lesz számomra. Nagyon szeretem a klasszika filológiát, magam is művelem, és Bollók János Janus Pannoniusról szólott tanulmányában az alábbi dátumra találtam, egy 2003-as szép munkában, hogy Mátyás, idézem, 1440. évi születését több kortárs adat támogatja, mint az 1443. évi dátumot. Ez egy megerősítés volt. Mondjuk, hogyha önök is így most áttekintették, amit én itt elmondtam, akkor ez úgy szerintem elfogadható és forrásokon alapuló következtetés. Most nézzük meg, hogy van-e olyan forrás, olyan oklevél, ami Mátyásnak a szándékától, hogy ő magát hány évesnek akarta láttatni, mutatni, mert esetleg felmerülhet az a kritika, hogy a pápához írott levélben diplomáciai fogásként idősebbnek mutatja. Tehát van-e olyan forrás, ami tényleg tőle úgymond független, de róla szól? És ezt a forrást találtam, vagy ezt a forrást értelmeztem én jogi szempontból másképpen. Nagyon szép kézírás, ugye ez az oklevél, látható a kép. Igazából, ha lenne ilyen pointer, akkor ennek az oklevélnek a felső részében az alsó három sortól számított része hívná fel a figyelmet. Ugyanis, és akkor mindjárt mutatom is az adatait ennek az oklevélnek, tehát egy 1451-ben augusztusban keltezett eljegyzésről szóló nádori oklevélről van szó. Mai szóval hivatalos irat. Tehát nem krónikaíró becslés, nem a barátok mondják hány éves, hanem ez egy jogi dokumentum. Tulajdonképpen ennek a politikai hátterére most nem fogok kitérni. A lényeg az, hogy Hunyadi János kormányzóságának az idejéről van szó, és Hunyadi János az egymással szembeni háborúkban igen gyakran fordult, vagy hát próbálkozott átmeneti békességnek a megkötésével, ilyen fegyverszünetekkel. Na most ennek az egyik ilyen epizódja a Hunyadi János kormányzóságának idejében, amikor magával, a despotával, Brankovics Györggyel, és hát annak igen nagy befolyású családtagjával, a Cilleiekkel, Cillei Úrikkal, és Hunyadi János családja között egy ilyen, mondhatnám, diplomáciai eljegyzés történik. A helyszín is érdekes, ennek az oklevélnek a keltezése, Szendrő várában gyűlnek össze az érintett felek. Nagyon szép a tulajdonképpen a résztvevőknek a listája is, hogyha ezt idézem, ugyanis jelen van Brankovics György despota, jelen van maga a nádor Garai László, ott van Hunyadi János, és hát Brankovicsnak a teljes familiája az oklevél, úgymond az oklevél lezárásaként megtudjuk a teljes familiát. Ott van Cillei Úrrik, és hát tulajdonképpen a főszereplője ennek az eljegyzésnek azért mégiscsak a két érintett fél. Hunyadi Jánosnak a kisebbik fia, a Mátyás, és hát Cillei Úrriknak a leánya, Cillei Erzsébet. Nagyon érdekes ez az oklevél jogi szempontból, és ez az értelmezés igazán nem nagyon gondoltak erre, pedig ez az oklevél ismert volt, a Teleki gyűjteményben is ki van adva, tehát olvasható. Tulajdonképpen arra tér ki, hogy a
sógorság szent uniója és egy eljegyzés és egy leendő házasság fog itt köttetni Cillei Erzsébetet, a despota unokáját, aki most 10 éves, nagyon fontos a datálás, az életkor, eljegyzik Hunyadi János kormányzó fiával, ugye Mátyással, a kisebbik gyerekkel. Az esküvő időpontja az pedig nem történhetett meg 1451-ben, hanem majd akkor fog ez realizálódni, amikor eléri Erzsébet a törvényes életkort, amiről az előbb beszéltem. 1453. Szent Miklós püspök napja, le is van írva az oklevél. Tehát pontosan tudjuk Cillei Erzsébetnek a születési időpontját, hogy majd akkor lehet erről a házasságnak megködni. És itt van a kérdés, hogy ha Cillei Erzsébetnek az életkora és az ő alkalmassága még nem volt ennek, hogy mondjam, nem lehetett megkötni ezt az eljegyzést, vagy ezt a házasságot semmiféleképpen, csak később, mi van a leendő férjel, ugye hát Hunyadi Mátyással? Kérem szépen, Hunyadi Mátyás életkorának a hiányát, akárhogy forgatja az ember az oklevelet fölülről lefele, nincs benne. Nincs benne, és az érdekesség itt kezdődik. Ugyan nincs adat rá expressis verbis, de az létrehozás, az oklevél megszövegezésének az időpontjába ez a jogi probléma úgy néz ki, hogy föl se merült. Tehát Mátyással úgy kell számolni, véleményem szerint, hogy az 1451-es évi oklevélben, eljegyzési oklevélben már a 12. életévet mindenképp majd be kellett töltenie. Ez pedig fölfordítja az eddigi dátumról való elképzeléseinket, pontosabban egy kicsit pontosítja, mert egy 1439. év jön ki, ha Mátyás 1451-be legalább 12 éves, tehát benne van a törvényes életkor, amely alapján eljegyzést és házasságot ő akkor már köthetett volna, akkor nem az 1443-as dátum szerepel. Nagyon érdekes a matematika, ott azt szépen fel is soroltam, el lehet olvasni. A legfontosabb következtetés, ha e szerint a dokumentum szerint nézzük, és Mátyás valóban 1443-ban születik, akkor 1451-ben ebben az oklevélnek a kiállításának az időpontjában csak 8 éves. És miért nincs benne az oklevélben, hogy Mátyás szempontjából ilyen házassági akadály nincs benne, ha a Cillei Erzsikét ilyen pontosan körülhatárolták? Azt se lehet mondani, hogy Mátyás királyi nem tudhatták, hogy Mátyás akkor milyen pozíciót, vagy a trónnak milyen várományosa. Tehát egy átlagos, tulajdonképpen főúri családnak a legkisebb gyermeke, akit úgymond áruba bocsájtottak ebben a dinasztikus megegyezésben. Nagyon érdekes ez, hogy a 1443-as év, amit ugye elfogad a többség, az tulajdonképpen itt nem állja meg a helyét. Szerintem elég egyszerűen belátható. Odaírtam ugyanígy, hogy ez a 12. életév mennyire fontos a szokásokban, ugye hát a legfontosabb szokásjogi gyűjteményünk a Verbőc István 3-as könyve a Tripartitum alapján, ott olvashatják, hogy ezt a bizonyos törvényes életkort, azt mind a fiú, mind a leányoknál 12. évben számolják, vagy alkalmazta a bírósági gyakorlat. Következő fontos érv. Általában ugye a történészek többsége elveti, vagy legalábbis akik nekem válaszoltak ugye az akadémia kapcsán, hogy azt az adatot, ami itt nagyon szépen helyreáll, ha a 39-es születési év helyesebb. Nevezetesen arról van szó, hogy a Hunyadi Mátyás trónra lépésekor maga mellé ugye Szilágyi Mihály személyében kormányzót választanak. Bonfini írja le, hogy ennek a kormányzó állításnak meghatározott időtartama van, tehát ez nyilván nem tolódhat ki, egész pontosan 5 évre választották meg mellé Szilágyi Mihályt. Tehát fontos arra gondolniuk, hogy Mátyás a törvényes kort átlépve, szerintem 19 évesen, 1458-ban Magyarország királya, kap egy kormányzót 5 évre. Megint kis matematika. Hány éves lesz akkor Mátyás, amikor megszűnik Szilágyi Mihály kormányzóságának az időkerete? 24. Megnézzük a 24. életévnek a fontos magánjogi vonatkozását, ami a királyokra is vonatkozik. A Tripartitumban
ugyanígy megtaláljuk, hogy a férfi nembelieknél 24 éves korra vonatkozik a teljes korúság, mai szavunkkal a nagykorúság. Ez az adat támogatja ennek a krónika adatnak a helyességét és pontosságát, véleményem szerint. És végén egy kritika, egy lábjegyzetben találkoztam igazán ezzel a megjegyzéssel, hogy ez az 1439-es születési év miért nem fogadható el, ez a pontosítás, és hát ahogy utaljak egy kicsit a tegnapi egyik előadásra, hogy mennyire irreleváns ez a kérdésfelvetés, hát dehogy is irreleváns ez a kérdésfelvetés, itt ugye erről beszéltem, hogy fennmaradt egy kérvény 1455 májusában, szintén a pápához, az akkori harmadik Kalixtusz pápához írva. Itt már Hunyadi László kérvényezte, hogy ezt az általam beszélt 1451. évi eljegyzési oklevelet, ezt magát az eljegyzést érvénytelenítsék. Azaz, a fő érv az volt tulajdonképpen, amit idézetben lefordítottam, hogy azt írja a kérvénynek a vonatkozó része, hogy Mátyás akkor, mármint a beadvány szerint, 12. évében lévén. Ez még úgy nekem nagyon is tetszett, hogy hát megerősíti, amiről erről beszéltem. Most pedig folytatja a beadvány, most pedig a 13. életévében van, és hát ezt a házasságot, vagy az akkori eljegyzést Mátyásnak, figyeljenek, Mátyásnak a korhiánya miatt kötötték a jövőre. Hát ez az oklevél csúsztatást és részigazságot tartalmaz. Tehát az akkori beadvány szerint sem kell teljes minden egyes adatát elfogadnunk, hanem kellő kritikával az előbbi adatok fényében kell értelmezni. Ugye azt sugallja maga ez a forrás, hogy ezt az eljegyzést egy évvel, csak egy évvel korábban hozták létre, tehát 1454-ben, és hogyha 1454-ben vagyunk, akkor visszaszámolva kiad egy 1442-es évet, de hát az se az az évszám, amit ugye elfogadnak. És mi azt nagyon jól tudjuk ez alapján, a nádori oklevél alapján, hogy ez az eljegyzés ez nem 1454-ben, hanem 51-ben volt. Úgyhogy ez a megállapítás, amit a pápa nyilván nem tudhatott, mert nem mellékelték neki az eljegyzésre szóló oklevelet, ugye a Szendrő várában kelt, hanem László úgy írta, csúsztatva, hogy az életkor kapcsán minél hamarabb ezt az eljegyzést a kellemetlen cillei rokonsággal megszüntesse. Arra meg volt az oka, nyilván, tehát az most nem az előadásnak a témája. Tulajdonképpen azt is láthatjuk, hogy maga ez az eljegyzés, aminek a valós időpontja 1451, az nem Mátyásnak a korhiánya, hanem éppen ellenkezőleg Erzsébetnek az életkori hiánya miatt köttetett meg a jövő szempontjából, tehát két év múlva. Igazából lenne még pár megjegyzés, de lassan látom az időm elfogy, és hát itt a kávészünet kapcsán nem akarok ilyen éjséglázadást kelteni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és hát gondoljanak egy kicsit erre az időpontra is, amikor a Hunyadiak kapcsán megemlékezünk, és nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a Hunyadi família tagjáról vannak olyan kérdések, amit érdemes újra elővennünk, és tulajdonképpen újra átgondolnunk, és ez egy ilyen fórum volt. Köszönöm a figyelmet!